A mai napon becsengettek a karcegi nagykun református általános iskolában is. A pedagógusok már az előző tanév befejezése óta lázasan készültek a 2024-2025-ös oktatási évre. Az intézmény vezetőivel beszélgettünk a téma kapcsán. Zökkenőmentesen indult a tanév szeptember 2-án. Tegnap vasárnap megtartottuk az ünnepi tanévnyitó istentiszteletet. Hál' Istennek tele volt a református nagytemplom. Az óvodában 144 gyerek kezdi meg a nevelési évet, az iskolában pedig 426 tanuló. Az osztályfőnökökkel és a munkaközösség vezetőkkel közösen összeállítottuk a munkatervünket, és nagyon sok új és változatos programot tettünk a munkatervekbe, az iskolai és a munkaközösségi munkatervekbe. A születi mulatság mellett például az óvodában szeretnénk megrendezni a Dömötör napi vásárt, ilyen még nem volt. És a nyáron küldtünk be egy pályázatot, megpályáztuk a Kincses Kultúrovoda címet, és hogyha ez a pályázat reménység szerint nyer, akkor meg tudjuk háromszorozni az óvodai programoknak a számát. De hasonlóképpen az iskolában is változatos programok fogják majd a gyerekeket várni. A Covid után ismételten visszaemeltük a programunkban az országos Arany János balladamondó versenyt, amit 12. alkalommal fogunk március 5-én megrendezni. Tehát nagyon változatos programok lesznek ebben a tanévben is. Ez egyébként a iskolánkra és a óvodánkra is nagyon jellemző. A szülők megjegyezték, hogy akár az óvodában, akár az iskolában itt mindig történik valami. És hát természetesen a diák önkormányzat is hozzáteszi a maga programsorozatát. Az óvodában 11 pedagógus, egy tagóvoda igazgató és 10 pedagógus van. Minden csoport élén két óvoda pedagógus végzi a gyerekeknek a fejlesztését, illetve a gyerekeknek a nevelését. Pedagógiai asszisztens is van 3 az óvodában. Az iskolában a pedagógus létszámunk, hál' Istennek, állandó, stabil. Nem ment el senki a nyáron, így nem is kellett senkit felvenni. 28-an vagyunk. Milyen újdonságok, változások lesznek idén? Az óvodában egy csoporttal bővültünk, tehát a mai naptól kezdődően beindult a 6. csoport, a szőlőfürt csoport, és így ebben a nevelési évben 2 kis csoportot tudtunk indítani. Az iskolában 18 osztályban fogadjuk a gyerekeket, és a tavalyi évhez képest a napközis csoportoknak a száma 7-ről 8-ra emelkedett. Tehát az óvodában egy nagy beruházás volt, mert tulajdonképpen nem csak a csoportszobát kellett kialakítani, hanem a tervek szerint hozzá építeni egy 15 négyzetméteres mosdót, valamint szintén egy 15 négyzetméteres öltözőt. A csoportszobákat klímákkal láttuk el, illetve látjuk el folyamatosan. Az iskolában a tisztasági meszelések mellett egyéb felújítások is voltak, szalagparkettáknak a cseréje, aztán a telephelyeken az ablakokra új függönyök kerültek. Tavaly átadásra került itt a Calvin 2-ben egy új épületrész, és az alsó folyosó azzal az épületrésszel teljes egészében össze lett nyitva, így megszépült, még inkább megszépült a hátsó rész, valamint új kézmosócsapok és ivókutak lettek elhelyezve. Hogyan tartják be a telefonokra vonatkozó szabályokat? Azt mondja a kormányrendelet, hogy az iskola egész területén
a mobiltelefon, de nem csak a mobiltelefont, hanem az okos eszközöket a tanulóknak 1-től 8-ig, ugye a mi iskolánk esetében nem szabad használni. Tehát mi ezt úgy oldottuk meg, hogy jönnek a gyerekek, és a tanterembe, ahogy megérkeznek, ott várja őket, egyébként is várja őket a pedagógus, az osztályfőnök, és a mobiltelefonokat le kell adni. Na most vásároltunk egy, tehát minden gyerek részére egy mobiltelefon tartót, amely egy kis fedővel, fedéllel van ellátva, és annak a végén egy patent van. A kis tartóra az osztályfőnökök ráírták a gyerekeknek a nevét. Tehát a mobiltelefonokat az osztályfőnök összegyűjti, beteszi a tartóba, illetve egy tárcára helyezi, és minden tanteremben található, zárható szekrény, és az osztályfőnök szépen elzárja. A kulcs pedig nála van, vagy legjobb esetben az íróasztal fiókjában. Jó magaviseletűek a gyerekeink, tehát olyan nem fordulhat elő, hogy esetleg hozzápiszkálnának. Tehát a mobiltelefont, okos órát nem lehet szünetekben sem használni. Az utolsó tanítási óra végén, az 5.-6., vagy esetleg a 7. tanítási óra végén, pedig az utolsó órát tartó pedagógus kinyitja a zárt szekrényt, és visszaosztja a mobiltelefonokat, és miután a gyermek az iskola kapuján kilépett, természetesen használhatja ugyanúgy, mint iskolába jövetelkor tette. A gyerekek arcát elnézve, ki lelkesen, ki kissé fáradtan érkezett vissza az iskolapadokba. Különösen szokatlan a légkör az első osztályosoknak, de a pedagógusok azon vannak, hogy segítsék a gyerekek beilleszkedését az új környezetbe. A mai nap nagy izgalommal indult, hiszen mind a szülők, mind a gyerekek nagyon várták már ezt az első napot. Az első osztályban 26 fővel kezdtük meg a tanévet. Nagyon bátrak voltak ma a gyerekek, hiszen sírás nélkül indult az első napunk. Ezen a héten az ismerkedés lesz a fő célunk, hogy egymással is megismerkedjünk, hiszen ebbe az osztályba több óvodából is érkeztek hozzánk. Megismerjük az iskola épületét, a szokásait, a szabályokat. Ezen a héten sok játék lesz, hiszen azt is meg kell tanulniuk, hogy 1 óra 45 perc, és ebben a időszakban, az előkészítő időszakban még nekik nagyon megterhelő ez, hogy egy helyben üljenek, úgyhogy sok játékkal, mozgással fog telni nekik ez az előkészítő időszak. Augusztus végén már a tanterem dekorálásával kezdtük, hiszen fontos, hogy úgy várjuk a leendő elsősöket, hogy sok érdekes és szép dekoráció fogadja őket, amely segíti őket a tanulásban is.